30 éve ad otthont a Nébih Gyula tanyai fajta kísérleti állomása az országos és nemzetközi burgonya tanácskozásnak. Ez a magyarok táplálkozási szokásainak egyik legfontosabb növénye. Ezért a fajta növényvédelmi és technológiai bemutató célja, hogy fellendítse a burgonya termesztést. A rendezvényen elhangzott, januárban elfogy a magyar burgonya, utána pedig importra szorul az ország. Magyarországon a burgonya fogyasztás ilyen 50-60 kiló körül van, és ez önök kétharmadát fedezi, jobban mondva. A lényeg a burgonyánál, hogy nagyon sokan rátértek a korai burgonyára, tehát most ilyenkor már júliusra már kiszedik. Így szeptemberre, mikor jön ugye az őszi burgonya felszedés, egy automatikusan hiány keletkezik. Hogyha még ez párosul egy nagyon-nagyon komoly szárazság, akkor ez még jobban nehezíti a helyzetet. Tehát valahogy vagy több finanszírozás kéne, mivel egy hektár burgonyának az önköltség 1 millió 200 ezer forint körül van. A rendezvényen több mint 50 burgonya fajtát és ezek termesztési lehetőségeit mutatták be az érdeklődőknek. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kiemelt térségnek számít a burgonya termesztés szempontjából, de fontos lenne még tovább növelni a magyar termőterületeket. Az országos 8000-9000 hektár ugye folyamatosan ingadozik termőterületből, majd 2000 hektár itt van nálunk Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy az ország burgonya fogyasztásának jelentős része itt a mi megyénkben termelődik meg, és ezért is nagyon fontos az, hogy itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében odafigyeljünk arra, hogy új technológiákkal, és azt nyugodtan elmondhatjuk még, hogy az értékesítésnek is az új vagy szemléletmód váltásával mindenképpen oda kell figyelnünk arra, hogy valóban a burgonyát mint növényt, mint étkezési terméket valóban arra szintre emeljük, ahova az való. Ezt megnehezíti a jelenleg is tapasztalható klímaváltozás, hiszen a csapadékmentes meleg idő nem tesz jót a növénynek. A probléma megoldása mellett fontos feladata a gazdáknak az is, hogy ellenálló fajtákat hozzanak létre, és növeljék a termés mennyiséget, mindezt az íz megtartása mellett. Ennek egyik lehetséges iránya az öntözés. Európában a gazdák közel 10%-a tud rendszeresen öntözni, míg Magyarországon ez a szám alig éri el a 2%-ot. Itt a megye területén víztározók építése, a csatornák keleti-nyugati csatorna rekonstrukciója, a vízkészletek védelme, a talaj művelés változtatása, új agrotechnológiák bevezetése. Én azt gondolom, hogy itt Nyíltelek Gyula tanyán egy olyan szakmai tudás van, amelyet nem csak a jelenben, hanem a jövőben is hasznosítani kell. Úgyhogy én nagyon fontosnak tartom, hogy immár 3 évtizede minden évben összejönnek itt a szakemberek. A térség élen jár az étkezési helyzet javításában, mert Tímár, Rakamaz, Nyírtelek és Gálva Vencsellő környékén kiemelten sok burgonyát termelnek a gazdák. Ennek támogatásán folyamatosan dolgozik a kormány is. Az elmúlt 8 évben megduplázódott a nemzeti támogatás összege, és az ipari zöldségekre külön termeléshez kötött támogatás van jelenleg is. Tehát én úgy gondolom, hogy ezen a fronton jól állunk, plusz támogatás lehetőségek itt már nem nagyon vannak, tényleg kimerítjük az unió által biztosított teljes keretet. Ami viszont talán nem pénzbeli támogatás, de igen fontos egy tudásintenzív ágazatnál, azok a technológiai fejlesztések és a technológiai fejlesztések mögötti tudás. És azt gondolom, hogy ez az a két terület, ahol az ágazat azért még számíthat arra, hogy igyekszünk jobban teljesíteni. Ez azt jelenti, hogy jelenleg több mint 98 milliárd forint áll a kormány rendelkezésére, hogy segítse az ország gazdáit. Ez az összeg közel 94%-kal több a 2010-es adatokhoz képest.